Ez az az előterjesztés, amely a PTEV ügyvezető Vida János alapbérének és juttatásainak csökkentését javasolja. Ebben azt írják, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőivel kötött munkaszerződések átfogó felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat célja a vezetői szerződések és juttatások tekintetében az egységes szemlélet, az átláthatóság és méltányosság érvényesülésének biztosítása. Azonban a cégvezetők közül csak a Pécsi Hőszolgáltató Társaság vezetőjének fizetése szerepelt az iratban. Nem tudtak kézzelfogható magyarázatot adni arra, hogy miért csak Vida János. Tehát én azt gondolom, hogy az rendben van, hogy a cégvezetők fizetését csökkentjük ebben a helyzetben, amiben Péter fia Attila sodorta Pécset, de az, hogy ez csak a Vida Jánost érinti, hát ez nyilvánvalóan a polgármester és az ügyvezető közötti személyi konfliktus. A politikus szerint a fizetés csökkentése egyértelmű üzenet a cégvezetőnek. Ez egy nyílt üzenet a Vida Jánosnak, hogy távozzon a pozíciójából, tehát a Péter fia Attila így akarta neki megüzenni, hogy a továbbiakban nem számít a munkájára. Az, hogy meddig tud kitartani a PTEV vezetője, az már csak az ő erején múlik. Barkóczi Csaba szerint más igazgatók alapbérét, juttatásait is lehetne csökkenteni, amelyeket éppen a polgármester emelt meg jelentősen. Ki lehet emelni Szabó Szilárdot, a Pécsi Vagyonhasznosító vezérigazgatóját, aki jutalmakkal, prémiumokkal, kafetériával, szolgálati gépjárművel és az alapfizetésével együtt havonta több mint 3 millió forintból tud gazdálkodni magánszemélyként, vagy megemlíthetjük Bánkuti Istvánt is, aki a Tükebusz ZRT mindenféle problémája ellenére tavaly év végén dupla fizetést, duplájára emelt fizetést kapott. A PTEV vezetőjének alapbérét most 1.841.202 forint per hó értékről 1.600.000 forint per hó értékre akarják módosítani. Az éves juttatási csomagjának értékét pedig bruttó 41 millió forintról 33 millió forintra csökkentik. Erről a végleges döntést az önkormányzat rendelete alapján a polgármester hozhatja meg, de köteles előtte kikérni a gazdasági bizottság állásfoglalását. Ez megtörtént június 24-én.